Szép jó estét kívánok mindenkinek, Isten hozta önöket az Országos Széchenyi Könyvtárban. A játékos évad, könyvtárlat hetedik évad, játékos évadjának az utolsó évadzáró beszélgetésén. Ez egy bónusz beszélgetés. Úgy kezdtük tavaly ilyenkor, tavaly szeptemberben, hogy játékosan és mégis komolyan, az irodalomtól a sportig, az egészségügyig nagyon sok mindent körüljártunk. A játék címszót hívva elő, kultúrtörténeti beszélgetésünket, irodalom és kultúrtörténeti beszélgetésünket most a filmjáték, játékfilm címmel, munkacímmel, irodalom és adaptáció, filmes adaptáció témájában zárjuk. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai vendégeinket, Gotár Péter, Kossuth Díjas, magyar filmrendezőt, forgatókönyvírót, a Nemzet művészét, Bodor Ádám Kossuth Díjas írót, a Digitális Irodalmi Akadémia alapítótagját. És hát az élet néha fölülírja a terveinket. Sajnálatos módon Radnóti Sándor egyetemi tanár esztéta nem tud körünkben jelen lenni egészségügyi okokból, betegség miatt, így külön köszönöm Gelencsér Gábornak, esztétának, az LTBTK filmtudományi tanszéke docensének, hogy így elvállalta ma reggel ezt a hálátlan, de egyébként szép szerepet beugróként. Ő fogja kérdezni a jelenlévőket, az írót és a filmrendezőt. Film részleteket is láthatnak majd természetesen ma este, és hát elárulom, hogy már a következő évadra is készülünk, természetesen ahogyan korábbi években is megszokhatták, a legvégén adunk egy pici ízelítőt, de nem lövöm le a poént. Valóban kicsit zavarban vagyok, mert hát váratlanul ért a felkérés egyfelől, másfelől Radnóti tanár urat nyilván nem tudom pótolni és helyettesíteni, akinek innen is jobbulást és gyors felgyógyulást kívánunk. Másfelől viszont nagyon örülök, mert nagyon, nagyon megtisztelő, hogy Bodor Ádámmal és Gotár Péterrel beszélgethetek erről a filmről. Annyiban nem váratlan a dolog, hogy én foglalkoztam ezzel a filmmel, illetve Gotár Péter életművével, és a részleg kapcsán azt gondolom, hogy valami olyasmit látunk film és irodalom találkozásában, ami elég ritkán valósul meg. Ugye, amikor megfilmesítenek egy regényt, legtöbbször regényt vagy novellát, elbeszélést, tehát egy történetelbeszélői irodalmi művet, akkor a könnyebbik része mondhatni a dolognak az, hogy a történetet a film nyelvén rekonstruálják. Tehát egy történetet elmondunk a filmben. Viszont, hogy az irodalmi műnek a formavilágát, az írói stílust is valamilyen módon úgymond adaptálni, ezt a film sajátos közegébe átemelni, ez már jóval ritkább, és előre bocsátom, hogy az én nézetem szerint itt ez megtörténik, tehát olyasmiről van szó, amikor nem csak egy történetnek a megfilmesítését, hanem egy írói világnak, stílusnak is a megfilmesítését látjuk. Én elsősorban e körül szeretnék majd kérdezősködni, de először egy kicsit bevezetésképpen Ádámtól azt kérdezném meg, hogy vagy te magával a filmmel, mint olyannal? Nézel-e filmet? Szereted-e a filmet? Netán van olyan film vagy rendező, ami fontos számodra, még esetleg az írásművészetedre is hatott? Mi a helyzet abban, hogy te és a film? Hát elég sok szemrehányást kapok. Ők közelebbi hát hozzátartozóimtól, hogy hát úgy szólván hát alig járok hát moziba. A televízió számomra nem ad igazi hát film élményt, az inkább egy szükség hát megoldás. Egy szóval kevés-kevés hát filmet látok. Lehet, hogy ez baj. Másfelől lehet, hogy nem. Nem tudom, de késő ezen őt töprengeni. Az igazság az, hogy nagyon szeretem a nagyon jó
az ő filmeket, hát amelyek tényleg emlékezetesek, maradnak számomra. Tanulni hát ugyanakkor hát alig, ha tanulok belőlük. Nem azért, mert a saját kutyaimre hát hagyatkoznék hát hiúságból, hanem nagyon érzem hát a műfaj hát határait, hát a műfaj különbségeket. És ez egy nagyon-nagyon csalóka ügy, főleg a filmrendező számára, de tehát ez érvényes, hát fordító is. Én, ha látok egy nagyon jó filmet, az engem nem ihlet meg semmilyen tekintetben. Én olyankor hát átadom hát magam hát a műélvezetnek, hát és azon felül számomra őt tanulságokkal hát nem szolgál. A filmrendező kényesebb helyzetben van hát mindjárt, mert az olvasmányai között, hogyha úgymond filmre való hát őt történettel találkozik, akkor ő csapdába esik. Azt hiszi, hogy azt neki találták ki. Nem mindig érzi a műfaji hát határokat. Ugyanis a próza hát igazi hát erényei nem ültethetők át a filmbe. A film egy teljesen más eszközökkel érvényesülni akaró hát műfaj, és ez hát a legjobb dolog, ha ezt maga hát a rendező is tiszteletbe tartja. Az irodalmi a történésen kívül a stílus, hát az előadású mód hát átültetése az nem egy lehet, hogy itt most hát hamarosan ellen példákkal hát fogok őt találkozni, de nagyon ritka az, amikor hát az eredeti mű, ha már éppen hát adaptációról beszélünk, és a film tulajdonképpen egy harmonikus túlélés, közös túlélési kapcsolatban hát maradnak. Ilyen példa nekem tulajdonképpen most a részlegről hát nem beszélnék, mert majd úgy is fogunk. Ez a Tar hát Béla és a Krasznahorkai László hát együttműködése. Én nekem Zürichben volt alkalmam például a Sátántangót hát megtekinteni egy ünnepi szűkörű bemutatón. És akkor éreztem, hogy a Tarnak sikerült hát egy alapvető dolog, a filmnek a ritmusát, hát a hangulatán kívül, és még nagyon sok mindenen kívül, hát a lineáritás mellett hát a ritmusát átvenni. Nem beszélek arról, hogy művészileg óriásit tett hozzá mind a színes válogatásban, mind a, hát az egészben.
Hát ez, amit tulajdonképpen az én a próza és a film kapcsolatáról kialakult, hát véleményemnek nagyon ellentmond. De én azt hiszem, hogy ez egy rendhagyó kivétel. Azt hiszem, egy kicsit hosszúra nyújtottam. Egyáltalán nem baj. Péter, tőled is egy bevezető kérdésként azt kérném, hogy ha jól tudom, akkor ezzel a bodorművel még kéziratban találkoztál, és a 94-es megvalósulása előtt már 10 évvel leszeretted volna forgatni. Ez eléggé sajátos helyzetet teremtett, különösen ha belegondolunk, hogy mi történt az alatt a 10 év alatt, és milyen témát, gondolatot, helyzetet érint a bodormű. Mi volt benned az, ami ennyire eltökéltét tett, hogy nem adtad föl? Gondolom, hogy a 80-as években, ezt kérdezem, hogy valami fajta cenzurális akadályai voltak netán ennek a forgatásnak. Amikor végül is megcsinálhattad, akkor például tetten értél-e olyasmit, hogy esetleg most másképp csinálom, mint ahogy akkor csináltam volna, vagy ez picit történelmietlen kérdés már? Nem tudjuk ezt. Nem tudjuk ezt bizonyítani, hogy mi lett volna, ha most gondolkoztam itt az előbb, hogy is volt az a úgynevezett nehéz időkben, illegális módon került hozzám a kézirat. Még nem ismertem Ádámot, amikor ilyen, hát ahogy körülnézek, azért van, aki emlékszik, a flusz papír világára, tehát egy ilyen 52. indigós valami házi terjesztésű anyagba került hozzám. Az Ádám még nem volt itt, de voltak már előörsök, és tőlük kaptam az olvasást, az anyagot, és hát ez teljesen, nyilván lesz még róla szó, hogy milyen hatással volt rám. Most is belenéztem, itt ide tettek óvatlanul egy példányt, ami pont befér egy zsebbe, mert nincs belőle elég otthon, de belenéztem a könyvbe, és egy olyan szöveget látok, ami alapjaiban mozgatta meg az agyamat akkor is, vagy az agyunkat akkor is, és egy nagyon könnyen megjegyezhető és nagyon beégős szövegről van szó. És nagyon kevés olyan találkozás van szöveggel, tartalommal, formával, ami azt hívja elő, hogy az egy film. Hogy elévágjak itt a dolgoknak, ebben mi nem tudtunk megegyezni soha, amit mondani fogok. Ez ugyanis ez egy film, és ez nem egy forgatókönyv, hanem ez egy film. És nem egy kis regény vagy. Először is nagy regény, másodszor is alapvetően készen van filmes szempontból. Itt az Ádám elmondott, mint személyes konfliktusát magával a filmművészettel, az azért... Szóval neki nem dolga ezt tudni, hogy ez hogy működik. A választott témája ennek a beszélgetésnek az az, hogy mi történik egy szöveggel, ha film készül belőle. Ebből a szempontból a részleg című anyag rendhagyó, de azért szerencsés esetben mindig egy harmadik dolog jön létre. Tehát valóban nem lehet valamit készen és egy az egybe, hát úgy mondtuk régen, hogy vászonra tenni. Itt sokkal könnyebb volt a helyzet, egyrészt, mert ezek a szövegek és ezek a szituációk, amik a szövetét képezik ennek
az anyagnak, vagy történetnek. Először is igen, van történet, és az nagyon vonzott engem, hogy abban az évtizedben, vagy azokban az években egy történet ilyen volt. Ennyire tiszta, pontos, és ennyire erős. Ez aztán később ugye már tudhatjuk, hogy ez az Ádámnak egy fő eszköze, és a lenyűgöző tudása, hogy ennyire tömören és pontosan és tisztán tud fogalmazni, tehát filmszerűen. Másodszor pedig volt valami abban az időben nagyon erősen létező motiváció, hogy egy értékes és egy fontos dolgot kell megismertetni az emberekkel. Egy picit elvarázsoltam, hogy nagyképpen hangzik, de volt ilyen érzés. És annyira erős és tiszta anyagról van szó, akkor azt azért már tudni lehetett, hogyha valami nagyon el akar készülni, az elkészül. És hosszú-hosszú hónapokon vagy éveken keresztül ez az anyag, mint filmterv egészen simán ment előre azon az úton, amin a filmeknek végig kellett menni, különböző stúdió tanácsok, olvasások, stb. És hát aztán vártuk föntről az engedélyt, vagy ukázt, aminek alapján ez el is készülhetett Magyarországon. Ráadásul közben az Ádám Budapesten élt, Budapestre költözött, és itt a tehetségének és az írói személyiségének megfelelő, az ő számára nyilván nem megfelelő, de ahhoz képest, ahogy itt élni lehetett azokban az években, tehát ő egy nem egy tiltott, vagy nem egy megtűrt ember volt, hanem egy büszkeség, egy magyar büszkeség. Nyilván ez is közrejátszott abba, hogy ez ment előre ez a dolog, és tulajdonképpen már ilyen óvatos telepszemléknél tartottunk. Mi ketten voltunk is egy emlékezetes 125-ös polszki túrán a Tiszazúgba, hogy megnézzük ezeket a fiktív helyeket, amiket ő elképzelt. Tehát nagyon közel volt a megvalósuláshoz egyszer, amíg aztán az utolsó előtti pillanatban ezt az egész dolgot leállították. Valószínű az történt, hogy nem volt, aki vállalja a felelősséget. De az anyag minőségére, vagy a vállalkozás, a filmes vállalkozás izgalmára jellemző, hogy azért a filmesek nem grál lovagok, sem nem, hát nem a jellem és a... Igen, tehát ezt nem mondom tovább. De mégis az emlékezetes bukaresti és romániai események és géppisztolyos sorozatok után gyakorlatilag másnap reggel telefonáltak, hogy úgy néz ki, hogy mehet ez a film. De közben eltelt 8 vagy 7 vagy 8 év, amikor az utolsó pillanatban ez le lett állítva, és aztán tényleg mehetett az, hogy a nemzetközi, tehát amire igazán képes egy film, abban az időben egy magyar nyelvű regény nyelv szemben, nagyon rosszul fogalmaztam, de mégis így, amire képes egy film, hogy elvigyen valami hírt és valamiféle jelentést a más országokban és a világ más részére, hogy milyen típusú életek és gondolkodás van. Itt az nem tudott megvalósulni addig, amíg a Ceausescu élt, utána meg nem volt annyira érdekes történet, hogy most sokkal érdekesebb lenne, de szívesen megcsinálnám még egyszer, csak azzal teljesen biztos, hogy ugyanúgy csinálnám meg, ugyanúgy. Most, hogy beleolvastam, nem tudom másképp elképzelni.
Természetesen egy film mindig nagyon esetleges is, tehát hiába készülsz valamire, rendkívül sok szempont van, ami befolyásolja, rendkívül sok dolog van, ami befolyásolja, hogy milyen színvonal vagy milyen minőségbe készül el, de ez majd egy másik körbe. Köszönöm, igen. Közben szólnék elnézést. Két dolgot említenék meg. Az egyik az utolsó megjegyzésed. Nem volna jó, hogyha megcsinálnád újra. Pontosan azért, hát egyrészt azért, mert egyszer már megcsináltad. Én nem szeretem, amikor hát írók is hát újraírják a... Ne javítsuk, mert hát az egyéniségnek pont abban az évben hát a lenyomat, a Schlusspass nem illik beleszólni. A másik dolog meg az, hogy a társadalom nagy része elvesztette hát az érdeklődését. Hát alig akarják elhinni, hogy mi volt a fordulat előtt vége, ez egy lejátszott meccs, holott az ember a párhuzamokat lépten nyomon felfedezi a kortárs történelemben is. Hát ez az egyik része a dolognak, a másik, az sokkal érdekesebb. Hát az érzésem, hogy a Pétert annak idején valaki nagyon átverte, hogy valami fénymásolt példányokat hát hozott át, ugyanis a részleg megjelent Kolozsváron nyomtatásba az Útunk című folyóiratba. Azt nem kellett ide átcsempészni. Lehet, hogy valaki konspiratív módon még szele sokszorosította a példányokat, de az megjelent. Nem sokan értették itt annak idején, hogy hát hogy jelenhetett meg. Én erre azt válaszoltam úgy, hogy meg kellett írni. A meg nem írt művek soha az életben eddig meg nem jelentek. Ennyit akartam most hirtelen. Ha megengedik, felolvasok egy részletet, pontosabban két részletet. Az egyik Balassa Péter tollából, és ez Bodor Ádámnak a prózaművészetéről szól. És azt gondolom, hogy már részben érintettük az, ami itt megfogalmazódik. Ezekben a novellákban teljes világot, univerzumot kapunk, mégis szűkszavúan, minden mellébeszélés, és, manapság ez meglepő, minden szubjektívabb ábrázolási technika nélkül. Nála nincs mögöttes, ami látható, az a mögöttes. Nála Bodor irája valószínűleg semmitől sem viszonyog jobban, mint bármiféle értelmezéstől, filozófiától, reflexiótól. Csak a világ képét adja, emberi reakciókat és működéseket. Ebben szerintem önmagában benne van az, amire Péter utalt, hogy igen, ez le kell forgatni, szinte kész a forgatókönyv, mert hogy azt kell leforgatni, amit ugye a szöveg ábrázol. És tulajdonképpen, amikor a filmről ír Radnóti Sándor, és most ezt azért is olvasom, hogy legalább így őt is idézzük ide, akkor azt mondja, azzal, hogy Gotár eldöntötte, lényegében Bodor novelláját tekinti a forgatókönyvnek, némileg megsporolta magának a részleg filmnyelvének kitalálását. Kitalálás helyett inkább talált, például nagyszerű helyszíneket, tárgyakat. Most Péter, tőled kérdezném, hogy mennyire volt számodra vonzó ez a lehetőség, hogy nem kell, most idézőjelben mondom, azzal bajlódni, hogy ezek a bizonyos mögöttes jelentések, ezek a játékok, ezek az áthallások megszülessenek, és mennyire érezted adott esetben, majd hogy nem korlátozzon magad akkor, amikor tényleg stúlzok, de hogy ennek a filmnek a forgatókönyv írói szakasza az leginkább
a helyszínkereséssel azonosítható, annyira erőteljesen a helyszínek, az arcok, és ezeknek a változásai adják meg ezt az egész filmnek úgymond az anyagát. Egy különös Picarex történet, vagy bizarr módon road movie, ahol a helyváltoztatásoknak, az újabb helyszíneknek, ugye az egyre kiüresedettebb karaktere mondja el valamilyen értelemben ezt a történetet. Tehát ez számodra a filmes ábrázolásban nehézséget jelentett, vagy valamilyen módon bizonyos szempontból egyfajta könnyebbséget inkább? Hát az a fázis, hogy forgatókönyvet írni, vagy egy filmet kitalálni, ez egyáltalán nem maradt ki. Ez az út, ezen az úton végig mentünk, csak teljesen nyilvánvaló volt, hogy mik azok a pontok, ahol nem szabad eltérni. Tehát nem a részleg című anyag nem arra volt kíváncsi, hogy én mit gondolok róla, és a meggyőződésem, hogy ez az anyag, ez az irodalmi szövet, ez sokkal pontosabb és sokkal több annál. Tehát az Ádám képzelete az sokkal tisztelettel parancsolóbb, mint amit akkor, vagy akár most is egy filmről gondolunk. Tehát nagyon sokféle anyag van, nagyon sokféle adaptáció van. A forgatókönyv az egy, igaziból az egy technikai szükséglet. Valahol a író és a rendezői képzelet köztes állagának, vagy szövetének a leírása, tehát mint műfaj sem létezik igazán, inkább technikai jellegű dolog, és néhány ötletet, és néhány csúnya szóval mondva víziót rögzít. Itt azért nem volt erre szükség, mert az én meggyőződésem az volt, hogy ez egy annyira, és ma a mai napig az, hogy ez egy annyira pontos és tiszta anyag, hogyha ezt elkezdik még tovább tekerni, akkor elromlik. Tehát ezt el lehet rontani, ugyanis nem arra kíváncsi a részleg című anyag, hogy te neked mi jut eszedbe. Ez az Ádám írás tudásának a lényege, hogy annyira pontosan vezet engem azon az úton, hogy mit szabad gondolnom, mit kell gondolnom, és ez a szigorúság, hogy mit kell látnom. Ugye a egyik jóval későbbi írásában, vagy kisregény, nem tudom micsoda, a mostani, talán 10-12 évvel ezelőtti anyag lehet, majd megmondjátok pontosan. Ugye van egy nyakörv, valakinek van egy nyakörve, egy állatnyakörv, ami lóg egy helyen, mint egy commerce anyagba az asztalra kitett pisztoly, és fog vele valami történni, és végülis nem történik semmi, hanem rákerül egy állatra. De ez annyira borzongatóan igaz és tiszta, és a részleg az eszenciája ennek a gondolkodásnak, tehát azt az utat be kellett járni, hogy mi egy forgatókönyv. Az, hogy ugye a papír elég sok mindent kibír, pláne amikor utólag műveket értékelünk, ennek a filmnek ez volt az útja. És ez volt a feladat, a rendezői feladat, hogy mint minimál program nem elrontani, ami ott van, és egy picit persze lehet filmszerűvé tenni, de megkerülhetetlen, mondjuk az, hogy ez a főszereplő fölfelé megy napokon keresztül, és ennek nincsen alternatívája, ennek nincs művészi megoldása, mert ez annyira erős és tiszta, vagy lefelé jön egy ember, és találkoznak, és azt mondja, hogy XY volt ez, aki lement, tehát ő nem így néz ki, de most így néz ki, ebbe benne van ennek a földrésznek, vagy a mi életterünknek, vagy annak az korszaknak, ebben a négy mondatban minden tudása benne van. És hogyha ez rosszul van elmondva, ez volt a feladat, hogy ez jól legyen elmondva. És talán az volt a rendezői izgalom, ami
ami egy valóságosan, valóban nagyon nehéz döntés volt. Elég sok időt töltöttem ennek a filmnek a kapcsán Bukarestben is, és azokon a helyeken, ahol forgattunk, és ez a rettenetes kitekerése a magyar nyelvnek, ha egy román anyanyelvű ember magyarul beszélt, és a megalázó, tehát soha nem lehet tudni, hogy ért magyarul, vagy nem ért, vagy tud magyarul, vagy nem tud. Ugye ráadásul ugye a színészek, mint különleges lények, azért túlnyomó részt abban a színház történeti korszakban társulatonként magyar színésznek kell tudni román darabba játszani, és fordítva, anélkül, hogy igaziból egyetértettek volna azzal a nyelven, vagy egyáltalán értették volna, és ez egy halálos szellemi izgalom volt, vagy most is annak gondolom a filmben, hogy a nyelv törése és a tördelése a szava, és a ropogtatása a szavaknak az egy hordozó erő, ami közelebb hozza hozzám ezt a csodálatos szöveget, aminek el kell, nincs olyan sok szöveg, aminek el kell hangzani, de azt egy feladatnak éreztem, hogy ég be az agyakba, úgy, ahogy nekem beégett. Természetesen ezt én is tudom utólag, hogy megjelent az utunkba ez a novella, hogy kisregény, de te keveset jártál abban az időben át a... Most beszéltünk, hogy Nagyváradon, milyen könnyű átjutni kis határátkelőkön és egyéb helyeken. Abszolút lehet, hogy megjelent magyarul az utunkba, de például én dolgoztam egy Major Tamás nevű színésszel, és Nagyváradon rendezett, és kimentem érte, vagy hozzá megbeszélni a munkát, egy másik filmről van szó, és azt a néhány oldalt, ami az ő szerepe volt, azt bizony elvették a határon. És a következő alkalommal, amikor mentem, akkor úgy mentem, hogy meg kell tanulnom kívülről a szöveget, mert visszafelé tőle is elvették. Egyébként a Részleg című filmet, örök életű Szőcs Géza segítségével kivittük Bukarestbe, hogy az alkotóknak megmutassuk, és ő akkor diplomata volt, és egy diplomata rendszámú autóval mentünk, bizony kigurították az egész filmtekercset a senki földjén megnézni, hogy mi van rajta a határőrök. Tehát ez nem egy ilyen egyszerű történet, de viszont szép, hogy hozzám plusz papíron került. Tehát visszatér a lényeghez, pont szerintem az adaptációs témakörben egy kicsit árnyékra vetődtünk a Részleg esetében, mert nem az volt nem az adaptáció volt a nehézség benne, hanem egy olyan világban, amit azért én közelről nem ismertem, akkor ismertem meg, mikor elkezdtem erre a filmre készülni, egy olyan világban valóban megtalálni azokat a pontos helyeket és súlypontokat, amik közé kifeszül ez az anyag, és ami működteti az egészet. Ehhez kapcsolódóan mondtad, hogy pontosan kellett ezt egyszerűen lefilmezni, de azért vannak mégiscsak változások, változtatások. Például ilyen pont, amit idéztél, hogy szólalnak meg ezek a mondatok. Az eredeti műben ezek a szövegek, ezek úgymond magyarul szólalnak meg, tehát az, hogy román ajkúak magyarul beszélnek, tehát egy idegen akcentussal mondják, ez nincs benne az eredeti műben. Ádám, ehhez a megoldáshoz neked milyen a viszonyod, vagy mit szóltál ehhez, mert az eredeti műben magyar mondatokat, ezeket a mondatokat halljuk szó szerint, csak ugye ott van az, amit a Péter az erőbe elmondott. Segítőleg rövid leszek csak, hogy egészen a munka elején volt olyan élményem, hogy emberek úgy beszélnek más
nemzetiségben is találkoztam már ezzel, tehát Amerikában is nagyon sokszor van, hogy úgy beszél egy anya fiával, hogy az anya magyarul beszél, a fia angolul válaszol. Tehát az, hogy két ember beszélget akkor Nagyváradon vagy Kovásznán, ott pláne ezen a szinten, a sofőrök és kocsmai népszintjén, az egyik simán magyarul beszél, a másik simán románul, de a saját nyelvén, de egymással beszélgetnek. És amikor ezt először hallottam, akkor éreztem azt, hogy ez lesz a jó irány. Én ezt nem szerettem, hát annak idején se, és ha már szóba került, akkor hát elmondhatom, hogy most se helyeslem, ugyanis kihelyez egy problémát, hogy azok, hát mások, törik a hát az én nyelvemet. Tehát másfajta emberek, ami egy kicsit felment. Részben súlyosbít hát egy helyzetet. Itt szó sincs arról, hogy valakik nálamnál elmarasztalandóbbak lennének, olyanoknál fogva, mivel hogy ez jelezve van, mert nem az én társaságomhoz, vagyis a nemzetemhez tartoznak. Én egész hát, munkásságom során kerültem hát, ennek a lehetőségét, éppen azért, mert igaztalannak éreztem. Mert az én történelmi tapasztalataimban ez soha nem jelent meg, akkor pedig nem is akartam becsempészni egy olyan közegbe, ahol kétségkívül esztétikai elemként hatna. Értem. Egy kicsit más gondolat, Ádám, azt mondtad, hogy ez a történet, ez úgymond a Ceausescu rendszerbe játszódik, nagyjából kivehető, hogy a Sztálin halála utáni időszakban elmúlt, most már ez ilyen értelemben nem érdekes. Ezzel annyiban vitatkoznék. Már is ellentmondok, a Ceausescu rendszerről itt nincs szó, sőt, ez az egész történet, hogy a tehetségeket kipateroljuk valahova hát az Isten háta mögé, ez pont annak a rendszernek és a korábbiaknak a Ceausescu rendszer minta rendszereinek a technikája volt, úgyhogy semmiképp se a Ceausescu rendszer utánra értem, bár bizonyára a módszer hát átörökölhető, de maradjunk csak benne a kommunizmus időszakában, mert én is annak idején írtam a Ceausescu hát halála előtt hát 7-8 évvel. Csak éppen, tehát a kérdésem azért arra vonatkozik, hogy nem arról van ez szó, hogy ez az élményvilág, vagy ez a tapasztalat, ami ott volt körülötted, és amit megfogalmaztál ezen a nyelven, ezzel a poétikával, ebben számomra legalábbis
hát most ezek nagy szavak, de valamilyen módon úgymond a létezésünknek is ez egyfajta abszurditása meg tud jelenítődni. Tehát amikor nagyon fontos az az élményanyag, az a közeg, az a táj, azok a tárgyak és minden, amit itt látunk, vagy érzünk a halinacsizmától a sáron keresztül, de hogy van egy olyan elrugaszkodás ettől, pont ennek a nyelvnek ez a mérhetetlenül erős megformáltsága miatt, amiben ott van ez a távlat, és ami miatt azt gondolom, hogy egy mai fiatal olvasó számára is mond ez valamit, és minthogyha Péter filmje is ebbe az irányba törekedne, hogy itt valami egy konkrét élményvilágból merítkezve megfogalmazódik az emberi mi voltunkról, és annak egyfajta kitettségéről. Szabad nekem válaszolni? Nem haragszol meg? Nem, de sőt. Hát nem, hát haragudj meg, nem bánom. Nem, tehát, hogy azt nem szabad elfelejteni, hogy ő itt van. De el kell felejteni, mert ez borzasztó érzés lehet, hogy van valami ilyen, nyugodtan mondhatom a fejedbe, bele az arcodba, hogy van egy ilyen, hát nagyon is bárdolt gyémánt anyag, és hát borzasztó helyzetbe kerül, amikor film lesz belőle nyilván, mert mindenképpen egy harmadik sík jön létre. Egy igazi adaptációs beszélgetésben erről a három síkról hosszasan lehet beszélni. Speciál engem az a nyelv, amit ő nem írt bele, az borzasztóan érdekel, más munkákban is használtam ezt, és meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy ez a mihez tartás, ami nem is a hallinacsizmákból áll igazán, és nem a helyszínekből áll, tehát nem abból, amit idéztünk csupán, hanem magából a bodorféle gondolkodásból áll. A regénynek az igazi próbája az idő, de a film egy sokkal képlékenyebb, vacakabb műfaj, mint az irodalom, bármilyen szintje. Ugyanakkor nem bírja el az irodalmat. Tehát az, aki azt mondja, hogy meg kellett volna tekerni így vagy úgy, az téved, mert két lehetőség van, vagy egy irodalmi, azt ismerjük, mikor a filmen irodalom van, hogy ez milyen unalmas. Az író lehet, hogy jól érzi magát, mert pontosan úgy vannak a mondatai, de a nézők nem szeretik, mert az irodalom a filmen nem működik. Tehát ha nem jön létre egy harmadik sík, vagy egy harmadik műfaj, vagy a jelentések nem kerülnek egy új tartományba, azért harmadik, mert az írónak és a rendezőt alázatosan próbálom mondani, el is vállalom boldogan a alázatos szerepet egy ilyen erős anyaggal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy létrejött egy harmadik ügy, aminek megint csak az idő a próbája. Tehát kevesen vagyunk itt, akik a filmet is szeretjük, meg a regényt is. Akik elmennek a moziba, és kibírják végig ezt a filmet, tehát mindenféle szürkület és egyéb filmeknek az előfutárát, az előhangját és az alapját. Most már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ezt mondhassam, hogy amikor a film elkészült, akkor talált egy hangot, amire még egyéb filmek rá tudtak épülni, és ez jó. A Fehér György szürkület című film. Például igen. És aztán amire a Béla amit továbbfejlesztett, tehát ez a jó ebbe a harmadik műfajban, ami a film, hogy ezek így egymásra tudnak épülni, és ami igazán, nem azt akarom mondani, hogy jó film vagy jó anyag, hanem tehetséges anyag. Igen, az irodalmi szövetnek a tehetséges volta, az érvényessé teszi ma is, ő nagyon szerényen fogalmaz, teljesen bejött a részleg alá az idő, mindegy, hogy milyen rendszer van, ez, hogy ki kell tenni a tehetséges embereket, és hogy kell velük bánni, és milyen feladatokat kell kapjanak. Ez egy nagyon is mai, tehát az Indexet kinyitod, és tele van ezzel a dologgal. Össze-vissza keveredtek a határok, de a súlyok nem változtak meg, és a jelentések sem változtak meg.
nagyon gyanús volt akkor is, csak nem tudtam, mi az, hogy remek mű. Hála Istennek fiatalabb voltam sokkal, és az Ádámnál tapasztalatlanabb, és az meg nagyon jót tesz egy filmnek, hogy nem egy okoskodó, és nem egy rátarti módon alázatos, hanem megérzi azt. Tehát elég régen készült ahhoz, hogy így harmadik szemébe beszéljek róla, hogy megérzi azt, biztos, hogy nem hibátlan, hát hogy is volna. Csak borzasztó kevés, azt hiszem egy kópiába vetítették, vagy kettőbe, és mégis életbe maradt, és ez nem csak a filmnek az erénye, alapvetően magának a részlegnek a tudása az, ami életbe tartja ezt az egészet, és azt a próbát nem csak az irodalmi anyag állta ki, amit az idő jelent, hanem a film, amely sokkal halandóbb, fonnyadóbb, gyorsabban romló cucc, mint az irodalom, annak ez a visszajelzésekből tudom, ez egy biztos pontja, hogy kell mondjuk hozzányúlni egy irodalmi anyaghoz. Lehet, hogy igaza van az Ádámnak abba, amit kifogásol, és neki joga van ehhez, de én mosolygok ezen, mert nekem olyan boldogság most csak beszélni is róla, hogy egyáltalán ez végül is elkészülhetett. És akkor, amikor ugye az történt, mindenféle, te is mondtad, hogy Sztálin rögtön tiltakozik, de az jó, hogy mindenre tiltakozik, és ez egy nagyon nagy erő, a tiltakozás, hogy ennyifélét tud jelenteni ma is, és ennyire tud mozgatni, és nem a Casablancáról beszélünk, ami egy jó film, vagy ennél sokkal jobb film, hanem arra nagyon kevés, tiszta dologba számít bele a részleg, mint az én filmem, hanem mint egy film, vagy egy irodalmi adaptáció, ami egy biztos pont lehet annak, aki biztos pontokat keres a világban. Bajba vagyok, tehát egyrészt nagyon megy az idő, szeretnék mutatni egy részletet, de mégis valamit nagyon szóval szeretnék hozni, és egy picit előre tartok tőle, hogy itt is ellent mondotok nekem, de ez nekem egy alapkérdés az irodalmi művel, illetve a filmmel kapcsolatosan is, hogy nagyon, ugye az alaphelyzet az, hogy valakit egyszerűen szólva száműznek. És mégis számomra megfogalmazódik ebben az a gondolat, hogy ebben a teljes kivetettségben mégiscsak szabad lesz. Szóval, hogy van ez? És itt most már végképp nem hiszem, hogy politikai rezsimekről, meg egyebekről beszélgetünk, de hogy jól érzem ezt a nagyon, számomra egy nagyon termékeny feszültség, nem ellentmondás, hogy ugye, ami elhangzik a végén, hogy mondja a Gizella, hogy hát itt a végeken, és azt mondja az, akit ott talál, hogy ez a világ közepe. Most akkor a végek, vagy a világ közepe? Hát a periféria az a centrum, hát ha akarjuk. Úgyhogy, hát persze, hát örülök, hogy tehát ezt észrevetted, hát és annak idején a film keletkezésekor is örültem, hogy a Péter nem esett a csapdába, hát amit a diktatúra közhelyes összelátványa nyújt. Én olvastam egy-két, főleg a román diktatúráról szóló művet, és kiábrándítók voltak, ugyanis a közhelyes értelmezéssel tekintettek az átélt, vagy csak félig átélt, vagy csak hát hallomásból ismert hát ő történelmi hát ők korszakra. A diktatúra nem az, hogy
sorbál az ember húsért, hogy megverik a szekuritátén, hanem abból, hogy egyszer csak elkezd úgy gondolkodni, hát ahogy elvárják tőle. Ez az igazi diktatúra, és ez a személyiség beleolvadása egy rendszerbe. Hát igen, hát ezt akartam nagyjából. Ami a felszabadultságot illeti, én elmondhatom, hogy én tulajdonképpen akkor éreztem magam igazán szabadnak, amikor magam mögül le tudtam rázni a szekuritát, és megszöktem a hegyekbe, és tudtam, hogy beletelik talán hetekbe is, amíg rájönnek, hogy hol vagyok. A szabadság érzetét nekem a természet nyújtotta. Hát ő mindig, ahol függetleníteni tudtam magam attól a társadalomtól, amit ideig, óráig ott hagyhattam. Az alázat kapcsán arra megint csak eléggé különös, és voltak éppen azt mondhatnánk, hogy éppenséggel az adaptációnak ellentmondó megoldásra gondolok, hogy az írásnak több részlete elhangzik szó szerint egy narrátor szájából, ugye Töröcsik Mari mondja, és itt az elbeszélésnek az utolsó mondatait hallottuk éppen. Jól értem, hogy ebben volt egy olyan szándék, hogy minél közvetlenebbül ezt a prózát megjeleníteni, a mozinéző számára hallhatóvá tenni, Nem fogok tudni röviden válaszolni, de megpróbálok. Okay. Nagyon sokat tanultam ebből a filmből. Most, amikor ment ez a részlet, eszembe jutott, ugye, hogy mit tudom én, mit kell adaptációra gondolni akkor, amikor tudjuk, hogy mit jelent, hogy a csomagodat átkutatják, akármikor, és azt mondja ember, aki elveszi a szappanját a Vesz Gizellának, hogy ezt elveszem, mert ez a mi vizeinkben úgysem habzik. Tehát ez egy olyan mondat, ezen nincs mit gondolkodni, ha ezt rosszul mondod el, vagy kihagyod a filmből, akkor hülye vagy, akkor rontod el, akkor meghamisítod ezt a dolgot. Kettő nappal ezelőtt, vagy éjszakával ezelőtt volt a interneten, hogy a Sólyom Lászlónál tartott házkutatás kapcsán a Gerő Ernő elvitte a fali órát. És akkor semmit nem húztam át a mába, tehát semmi gázszerelés, semmi nincsen. Csak hogy ezeket a dolgokat akkor, mikor ez a regénnyel vagy kisregénnyel először találkoztam, hogy honnan tudta a Bodor, és hogy mit hívott elő ez, azt a pillanatot, amit előhívott, azt én szerintem megpróbáltam megcsinálni. Most nagyon szépen mondtam ezt, hogy megpróbáltam megcsinálni. De a másik része, hogy mégiscsak legyen egy forgatókönyv, arra mi tettünk egy kísérletet, ő és én. És ott van egy nagyon érdekes dolog, amit azóta tudok, hogy őt megismertem, hogy van egy világ, noha ő ugyanezt a koherens világot írja mindig, és egyre jobban, most már egész éretten kezeli ezt a világot, hogy nem lehet visszamenni. Tehát igazi, hogy legyen eleje, vége, kaland, kerüljön elő a pisztoly, süljön el, tehát ezek a filmes elvárások, ezek valahogy legyenek meg, és mi próbáltunk egy forgatókönyvet, és egyik hülyeség nagyobb volt a másiknál, amit beleírtunk, és nem lehetett, se ő nem tudott visszamenni ebbe,
se én nem tudtam fantáziával vagy ésszel felnőni a feladathoz, tehát teljesen nyilvánvaló volt, tehát ott van előttünk egy egyenes tiszta anyag, és azt kell csinálni. Egyrészt, másrészt pedig az irodalmi szövegnek a megmentése az egy gyerekes féltés. Tehát az nem arról van szó, hogy kellett valami hordozó anyag, mind a ketten jó értelemben, tehát szeretettel írtóztunk a Marinakat, Töröcsik Marinak ettől a zseniális intonációjától. Tehát olyan képessége van beletalálni egy világba és egy hangulatba, hogy az már rossz. Tehát, hogy annyira kézenfekvő. Ugyanakkor ezeket a mondatokat, amik inspiráltak arra, hogy foglalkozzak ezzel az anyaggal, amiket megjegyeztem, amik a narráció, mint eszköz, ha valahol jogosult, akkor egy részlegtípusú filmben helye van. Nagyon sokat vettünk föl, ez is egy közös döntés volt, és hát simán ledobta magáról. Tehát egyszerűen tényleg a gyerekes szorongásból nem mertem az egészet kidobni, azt a nagy munkát, amit felvettünk a Töröcsikkel. Ráadásul ugye akkor még volt rádiózás, és volt jegyzése a Bodornak a rádióban, és elég sokat csináltunk, amiben két-három hang létezett, aki ezt ugyanazt, amiről beszéltünk itt egész időben, színészi értelme azonnal tudta, mert pont a Töröcsik van az egyik volt, aki már közhelyszerűen egyszerűen megszólalt, hogy azt mondta, hogy sofőr, és már teljesen egy Bodor novellában volt. Tehát ez nem... De maga az anyag ledobta, tehát bizonyos dolgok ugye képpé formálódtak, tehát létrejött egy harmadik sík, a Hölgy menjétek, Úr menjétek című mondatot, tehát azt nem lehet kihagyni egy filmből. Valahogy el kellett, hogy hangozzon, és itt tartunk a filmművészetben máig is, hogy ez az eszköz van, vagy fölírod, vagy elmondod. De igaziból nagyon kevés maradt az elején és a végén, hogy mégis valami összetartsa ezt a világot. Azok a... Most megint szar, hogy itt vagy, de... Ilyen dialógot nem tud írni senki magyar nyelven. Tehát itt a bőség zavara van, szerencsére nem beszélnek sokat, ezért minden elhangzik a filmben, mert ezek a... Ugye van egy ilyen szakkifejezés, nem tudom, inkább ciki, mint tehát egy ilyen belső ügy, hogy szájra tenni a szöveget, vagy leesik valakinek a szájáról egy mondat, tehát hogy nézel egy színészt és nem jó. Ez az idegen nyelvű, tehát a román színészek magyar beszédjénél egy nagyon nagy meló volt, hogy ne essen le, de igaziból ezek a mondatok nem esnek le sehonnan, mert annyira fönn vannak. Úgyhogy igen, ezt is egy feladatnak éreztem, hogy minél több szöveget megmenteni. Hát rengeteg kérdésem lenne még, például, hogy mit tudtál kezdeni, mit gondoltál azokról az elképesztő szóképektől. Az egyik kedvencem a sérves szalámi. Hogy van a sérves szalámi filmül? Mit mondasz a kellékesnek? Ez már a Rejtő Jenő megfilmesítési problémakör, mert ezekhez én kevés vagyok. Ezek áldozatul mert hát igen, estek. Igen. De még nagyon sok ilyen. Tehát azt például nem lehet elmondani, hogy adja ide a kezét, én megmelegítem valahol. Mert ez egészen mást jelent, mint ha olvasod, és ezt nem lehet jól mondani, ezért, vagy nem. Ez nincs a helyén. Közben mondjuk ez, ami már mániákusan eszembe jutott, ez a szappan történet, vagy az egyéb, a legelső, hogy cseréljük el a lámpát, az ahogy kezdődik a film, igen, hogy cseréld a lámpát, mert te el fogsz utazni. És az, hogy te kapsz egy megbízást, és valami ízében mész, és közben leküldenek a világról, és abban egy öröm van, ezt a tudást, ezt nem lehet felülmúlni. Például természetesen viccből mondtam, annál sokkal lustább vagyok, hogy akár megnézzem ezt a filmet, nem, hogy még egyszer megcsinálom.
De mégiscsak felszakadnak ilyen élmények, és most pillanatra mégis nem tudtam megállni, ne forduljak hátra. Még nem lett volna szabad ennyire komorra venni az elejét, de hát azt akkor még nem tudtuk. Köszönöm, és most átadom a kérdezés jogát a közönségnek. Ugye elhangzott Gottár Pétertől többször is ez, hogy nem jó, hogy itt van a szerző, vagy nem jó, hogy itt van az eredeti szövegnek, egy másik műfajnak, egy másik narratívának a szerzője. Én azt szoktam mondani a diákjaimnak is, ugye, hogy hát alapvetően onnantól kezdve, hogy kitette a tisztelt szerző a pontot, onnantól kezdve a mű az önálló életet él. Az, hogy hogyan nyúlunk hozzá színpadon, filmen, az már egy alapvető értelmezése a műnek. Tehát egy ilyen rendezői értelmezése. De amire a konkrét kérdésem utalna, Gottár Pétertől kérdezem. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a filmes adaptáció, vagy egyáltalán film és irodalom párbeszéde, az legtöbbször, és akkor itt hosszú regényekre gondolunk, akkor ez egy tömörítés. Egy szűkítés. Na most itt egy elbeszélésről van szó, itt nem feltétlenül erről kell, hogy gondolkodjunk, és hát ugye itt a Ballassa Péter Radnóti Sándor kapcsán elhangzott az is, hogy nem forgatókönyvet írt, hanem talált valamilyen formában. Tehát, hogy egy rövid prózai műfaj esetében kell-e tovább szűkíteni a film forgatókönyvet? Ez a konkrét kérdés. Hát tényleg csak a rendkedvén mondom, hogy valóban egy ebből a szempontból dramatizálási film dramaturgiai szempontból egy rendhagyó anyagról van szó, mert ez eleve meg van oldva ebben az anyagban. Tényleg csak a szűkítés egyáltalán nem szubjektív, egyrészt vannak lehetetlen dolgok, nem csak az a szó, hanem egyáltalán. És hát ráadásul a filmezésben még történnek is nehézségek, például ugye azon a helyen, ahol forgattunk, ott 50 éve nem fordult elő, hogy elolvadt volna hó, csak mikor ott forgattunk egyik napra a másikra. Tehát ez mindig megtörténik, és ezek rettenetesen hiányoznak ezek az erők. És amikor megpróbálsz valamit képre lefordítani, akkor mindig beleütközöl abba, hogy még a saját fantáziád is jobb, mint amit egy képen közvetíteni lehet, nem hogy egy tökéletes fantázia világot létrehozni, már a kis realizmus szintjén létrehozni képes embernek az agyába, ami születik. Inkább azt a rendet lehet használni, ez nagyon vicces ez a szó, hogy rend, de ezekben az anyagokban nem csak a részlegben, az ő többi írásában is iszonyatos rend van. És olyan egy áról bére jutás, és olyan, van mit tanítani a Bodor Ádám novella szerkesztés, ami folyik belőle, gondolom nem jön, tehát annál régebben ismerem, hogy azért iszonyatos munka van ebbe a rendbe, de annyira polírozottnak és átgondoltnak tűnik az egész, hogy vezet téged. Amikor sűríteni kell, vagy szűkíteni kell, mert nem fér bele minden, azt szoktuk mondani, hogy megsúgja az anyag, hogy mi az, amit át lehet lépni, és hát persze van még egyáltalán nem titok, van egy nagyon erős húzó erő, tehát egy rövidítő erő, amit szarul csinálsz meg, azt ki kell vágni a filmből, tehát az a legfőbb szempont. És aztán van egy csomó dolog, ami nem jut el a legtehetségesebb ember agyáig sem. Az, hogy át kellene fogalmazni, mindig az adaptációnak az a tétje, hogy megtalálod-e azt, nem is azt a formát, hanem azt a határt, amiért kivétel egész zavarba jöttem, mert nem szokott megdicsérni, hogy nem esse át a másik oldalra, hogy azt kell megtalálni, hogy neki mi volt a fontos. Tehát, hogy miért hangzik el az a mondat? Miért hangzik el az a mondat ott és akkor, hogy maradjunk a szappannál, és mik a stációi ennek a dolognak, és itt van egy, itt fel kell tudni tárni
az ő gondolati építkezését, akkor megszégyenülten rájössz, hogy pontosan megvannak a stációk lentről fölig. És az, amit a Gábor mondott, hogy szabadság, és egy kis mosoly van a szereplők arcán, az annál a résznél van, ami maga a bodorság, a Bodor Ádám féleség, hogy szeretne kimenni vécére a nő, és kérdezi, hogy hol van a vécé, és azt mondja, hogy ott kint az egész. Tehát, hogy az egész világ az, és ezek azok a pontok, ahol ha az ő dolgait olvasod, és nem vagy filmrendező, akkor is le kell tenni a könyvet, és vagy meg kell örülni ennek, hogy megértetted, hogy miről van szó, vagy piszkosul el kell rajta gondolkodni, hogy ez mennyi mindent jelent. És azért egy ilyen rendes elemzésben, egy ilyen pontosan szerkesztett anyagban azért ki tud jönni, hogy mi az, amiről mindenképpen beszélni kell. Egy klasszikusan film adaptációban van olyan anyag, én is találkoztam már ilyennel, és nagyon szerettem is ezt a fajta munkát, ahol maga a szöveg arra kíváncsi, hogy te hova lépsz el róla, hogy mi jut eszedbe, és hogy az, ami eszedbe jut róla, az hogyan marad mégiscsak része a műnek, és mégiscsak egy koherens, nem egy interpretáció, hanem egy tovább gondolása valaminek. De azért nem mentegetőzésben mondom, hogy pont a Részek című anyagba, aki tovább tudja gondolni, az jelentkezzen. Én pontosan erre kérdeznék rá, ahova kifutott a válasza, és amit tulajdonképpen a beszélgetés elején említett, hogy ha visznek szánta is félig meddig, hogy még egyszer érdemes lenne megfilmesíteni a részleget. Én irodalmár vagyok, és irigykedve nézzük a filmeseket. Azt gondoljuk, hogy a film sokkal több mindenkihez jut el, sokkal egyszerűbben jut el sok mindenkihez, hogy a szövegnek nehezebb a dolga. Sőt, mai perspektívából ez egyre inkább így tűnik. De ez a beszélgetés mégis mintha arra mutatna, hogy a szöveg olyan erős tud lenni, hogy jobban megállja az időpróbáját, kiállja az időpróbáját. Erre szeretnék rákérdezni, hogy ez a félig meddig viccként gondolt megjegyzése. Hogy vajon arra vonatkozott-e, hogy egy újra filmesítés új életre hívna egy anyagot? Hát egy picit valóban viccesnek szántam, de egy kicsit nagyképű is a mondat, mert azt akartam közölni az Ádámmal, hogy most se gondolom másképp. De az ellenpélda közben, amit szintén nagyon-nagyon szeretek, függet attól, hogy milyen filmek lettek belőle, ugye a Hagyjálóba Vászka, ami a Bratkának egy négy oldalas novellája, az egy inspiratív anyag, ami ahol le lehetett röpülni, és minden nem annyira a szöveg volt, mint a magának a mesének az inspirációja, hogy az belül legyen az egészen, és a világ mégiscsak vigye. És a másik ellenpélda, ami nagyon nehéz ügy, az Eszterházi szövegek, ahol szintén van egy olyan, hogy nem is az, hogy megőrizni, mert az rengeteg szöveg van, tehát azt nem lehet, hogy ott minden elhangozzon, hanem biztos nem tudtam volna a részlegbe pontos maradni, ha nincsen előtte vagy utána az a feladat, hogy meg kell tudni oldani azt az egyetlen létező, meg kell találni ezt az egyetlen létező hangot, vagy tónust, vagy borotva élet, ahol az irodalmi mondat nem irodalmi mondat, hanem mondat, hanem hangzó mondat, és így igaz. És ez egy nagyon nagy lecke volt, oda-vissza, nagyon nagy feladat. Talán nem tűnik ki nagyon öndicséretnek, de talán az se baj, ha,
ha van, hogy szeretem ezt a feladatot. Tehát a színházban is mindig valahogy megtalálnak azok a szövegek, amik sokkal jobbak nálunk. És nem szabad, hogy irodalom maradjon, hanem akkor jut el a nézőhöz pontosan az a dramatizálás maga, és az az adaptálás maga, hogy olyan egyetlen lehetséges, működőképes módon szólal meg, vagy válik képpé, hogy nem sérül. És hogyha ehhez hozzáteszed a te rengeteg eszedet, ami mindig kevesebb, mint egy írói, vagy mint nem is az, hogy a személyében a Bodoré, hanem a részlegnek, vagy bármelyik. De hát ez az irodalmi szövegben mindig a nehéz. Van a Tarsándornak egy novellája, ami valahogy átcsúszott a televízióba, a Leghidegebb éjszaka a címe, és hát végig káromkodnak benne is részegek, és ott se volt elég, hogy a színészek jól részegek. Tehát ott is a sors maga, amit fel kell tudni mutatni fél percen belül, amiről ő annyi oldalt ír, amennyit akar, de neked ott fél perced van, hogy az szülessen meg az a terep, szülessen meg az a hegy, szülessen meg az a szomorúság, és legyen, mint a Bodor novellában, legyen egy perc alatt sötét, ugye a hegy mögött lemegy a nap, azonnal sötét van. Nekem bajom van ezzel a részlegben, hogy egy igazi hegyi ház, hogyha filmre veszed, nem tud igazi hegyi ház lenni, mindenképpen valamiféle díszlet, mindenképpen színészek vannak, de ez túlmegy az adaptáció nehézségein, ez probléma. Ezt nem is lehet megoldani, itt maszatolni lehet, meg ügyesnek lenni, talán tehetségesen hozzányúlni valamihez, de mégiscsak, mint, nem az történik, hogy mint egy dokumentumfilmben, vagy mint egy regényben, hogy általad elképzelt, vagy olvasod, és megjelenik egy arc, vagy egy hangulat, azt egy filmben csak az van, hogy jól játszanak a színészek. Vagy hogy elfelejtett, tehát olyan szinten sikerül az egész szövetet oda tenni, hogy elfelejted egy-két percen belül, hogy végül is egy filmet nézel. De ez teljesen oda-vissza van, ha nem jó a szöveg, varázsolhat víz alatti képeket, és hát unalmas az egész, és ott aztán lebukik, ha rossz egy szöveg. Tehát vagy érdes, vagy nem értette a rendező, hogy miről szól a mondat. Az a legkínosabb. Köszönjük szépen. Még egyszer Gotár Péternek, Bodor Ádámnak és Gelencsér Gábornak. És akkor nem maradt más hátra, mint hogy a következő évadot fölkonferáljuk, arra kérlek benneteket, még egy picit maradjatok, és ugye itt látható mögöttem, hogy a játékos évad tavaly októbertől idén májusig 8 alkalomra terveztük, aztán plusz 3 bónusz esttel megtoldottuk, most a következő hónap, az október az szünetet jelent, novembertől folytatjuk, méghozzá irodalom, emlékezet, víz 3-as témakörében. Ennyit elárulhatok már most. November 8-ától várunk mindenkit szeretettel az Országos Széchenyi Könyvtárba, és van egy kis filmünk, amit holnaptól a világhálón is meg lehet tekinteni, hogy visszatekintsünk az utóbbi évadokra. Pár perc mindösszesen kérem, hogy ezt még ilyen ízelítőül tekintsék meg. Thank you.
Thank you.